Na gyerekek, 6 óra van. Épp, hogy végeztem, hát én nem vagyok kész, de már végeztem. És elraktam a szerszámokat, fájra a Mobius kézbe, a telefon nem tudom melyik fog működni. Alacsony fény, basszem, inkább a teló. Elég gyenge azon is. Na mindegy, be van kötve a cucc. Most adom rá a vizet. Itt van a sediment, ülepítőszűrő, sediment filter. Egy kicsit tereszt, de ráhúzunk. Szóval azt mondta, csak kézzel kell meghúzni. És engedünk egy kis ganajt ma a startból. Mindegy, majd a vas eldugja. Nem merek többet húzni, nehogy eltörjön. Ja, folyik. Egy kicsit csepög. Na mindegy, menjünk, nézzük. Ú, baszki, a házba megvan mindenhol, engedd be most fel. Most jut eszembe, nem zártam el. Zuhanyzóban meg mindenhol. Na, beköttem a mosógépet, és beköttem a vízlágyítót, beköttem a vizet a melegítőbe és a hideg vizet, de mondom, amit csapok nyitva vannak-e. Na, de még az maradt, áramot nem volt időm már bekötni, hogy holnap be kell kössem az áramot, és bekössem a meleg vizet. Hát én tettem csapot mindenhova itt is, tehát ez el van zárva, most a meleg vizeshez nem megy, a mosógéphez sem megy. Egyedül ide megy a vízlágyítóhoz. Na, tehát most megyek, be kell kapcsoljuk a vízlágyítót. Mondom, hol van áram. Jó, egyelőre idehozok egy hosszabbítót. No, szóval kamerám most nem fogod soktok látni. De mindegy. Egyelőre ide belógattam a... Már csak kapjam meg a kábelt. Tudom, hogy taknyolás, de... Menj a mosógépé. Teszek majd kívül rendes dugaszt. Hónap. Ma akartam, de úgy átállt az idő. A sok taknyolással. Na, ez. Gyere ide te! Na, sokat fogtok látni a telefonon most. Az ágyat, hogy én se látok semmit. Tapogatózok. Na, és jön egy szúnyog is. Mindegy. Pirosat villog. Na jó, elő kell vegyem a könyvicsbe, kell kikeljek egy lámpavas. Lámbe tudom-e lőni egy kicsit. Na, ez ilyen taknyolás, gyerekek. Ezt a fát még nem fogadtam oda. Túlszoros, ki kell vágjak belőle. Hadlám, a víz hó robban fel. Ja, a slag itt úgy volt téve, hogy folyjon. A lényeg az, hogy van víz. Kicsit csöpög itt. Nem baj, éjjelre így hagyom. Majd eldugul a vastól. Na jó, hát ezt a videót jobb lett volna hónap megcsinálni.
Nem biztos ez feltöltésre kerül. Hát ki a baj? De lényeg az, hogy van vízünk. Ja, nem tudtam befejezni ma már. Milyen jó barna jön most előre a csapból. És jó szagos is a ragasztótól. Kíváncsi vagyok az az ülepítő szűrő. Mennyit. Fog segíteni a helyzetén. Na jó, mindjárt gyújtsak valami lámpákat, be kell ide és a villanyt vezessem a fürdőbe. Akkor kívül lesz a halat. Na, annyi ne, doboz kiborítva, hátul elő, keresgélve, az a helyzet, hogy nem mindig úgy mennek a dolgok, ahogy eltervezed. Nagyjából megnéztem, hogy mi kell, ugye megvettem, de közben kell ide egy kicsi adapter, oda egy kicsi fitting. Most bejött egy pár szúnyog, meg fognak enni. Aztán... Na mindegy. Lényeg az, hogy a folyamat el van indítva. És hónap már csak annyit kell csinálják, hogy villanyt vigyek oda. Mondom, addig nincs értelme a villanyt, amíg nincs a víz bekötve, és minden nem működik. Mert minek addig? Ugye... És megpróbálom belőni a vízlágyítót. Itt a benti áramról. Annak nem kell sok áram. A szónap viszem hátra a vízmelegítőnek a 30 amperos, és még egy 20 amperost. Ami lesz a mosógépé. Még egy szagot érzek. Ja, a szomszédik valamit égetnek mindig, mikor valami éget szagot érzek, akkor felugrok a székből. Nem ilyen ház, nem ilyen bánya, nem ilyen billencs, nem ilyen valami így gyújt meg. Nem fear of the dark, nem fear of the fire. Na mindegy, hónap befejezem. Annyit kell a vízmelegítőtől, vigyek egy meleget a hátul a zuhanyzóba, egy meleget a fürdőszobakagylóhoz, egy meleget ide a konyhakagylóhoz. Mi ott van, de ugye ide lesz téve. Tehát a hidegvíz szerelés megvan. Hónap hamar megy, meleg vizet hozok három helyre, és utána az áramot oda vezetem, és ennyi. Na jó. Olvassam el az instrukciókat, hogy kell beüzemelni ezt a gépet. Bypass valve. Oké. Na akkor ennyi, ez elég szar videóra siker. Ugye ki akartam használni az időt. Épp csak ugye a hideg visszereléssel végeztem. Hanem akkor nem tudtam volna a vizet visszakapcsolni ma estére. Úgyhogy pont mire sötétedett be, arra végeztem. Épp a szerszámokat behoztam gyorsan. Úgyhogy ez ilyen. Ezért sokszor nem tudok videót csinálni, gyerekek. Mondjátok, hogy a munka közben még csinálhatnék több videót, meg live-ozzak munka közben. Nem működik, gyerekek. Nem működik, mert főleg így ezek a projektek ugye olyanok, hogy így menet közben kell improvizálni, akkor keresni alkatrészeket, akkor ugye közben szakad még a napod az miatt még be kell lépni a házba, még enni, még WC-re, még víz, még kutya, még izé. Aztán ja, más, hogyha előre megvan valami egy munka izé, tervezve, s mit tudom, bent a házban van, s mindegy, hogy este vagy nincs szúnyog, mit tudom én. Talán ilyen benti munka, akkor majd lehet csinálni, de az is olyan szar, mert ugye most mit csinál? Most csinálsz egy percet, később egy percet, azt vagdosd össze, vagy mit.
timelapse-et csinálj, vagy mit tudom én, live-ot csinálni munka közben, az élőadást, az nem túl praktikus. Na mindegy. Megyek el, megeszem az ebédemnek a maradékját, az lesz a vacsorám. Egy desszertet, egy kis édeset utána. Egyet zuhanyozok. És akkor... Egy videót kell csinálni a kriptopénzes csatornámra. És... Fekszek le, reggel menjek Bernardhoz. Megkért valamit, segítsek. Fél tíz tízre. És akkor utána beugrok a Home Depotba. Kell még egy-két apróság. Mondom, megvan nagyjából mindenem, és van egy csomó ilyen maradék, fittingem, és még hátul is itt-ott vannak ilyen csomó alkatrészek. De még egy pár dolog hiányzik a meleg visszereléshez. És meg tudtam volna csinálni a meleg visszerelésre, ha nem sok idejött volna be. Csak nem úgy, hogy elgondoltam, nem félincses csővel, hanem háromnegyedessel, de végül is mindegy csapnál úgyis le van szükítve a félincse. Na jó. Akkor ennyi. Menjek egy lámpával, szaladjak ki lám, hogy milyen gombokat kell megnyomni, olvassam el. Piros lámpa villog, hogy be tudom-e üzemelni. Vízlágyítót, ha legalább meleg vízünk nincs, akkor legalább legyen puha lágy vizecske. Oké. Okay.